Áldás békesség! Isten igéjét olvasom a rómaiakhoz írt levél második fejezetéből, a 12. verstől kezdődően. Akik ugyanis a törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek majd el. És akik a törvény ismeretében vétkeztek, azokat a törvény alapján sújtja majd az ítélet. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Mert amikor a törvényt nem ismerő népek természetükből fakadóan cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek törvény nélküliek önmagukban hordozzák a törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete a szívükbe van írva. Bizonysága ennek lelkiismeretük és gondolataik, melyek hol vádolják, hol felmentik őket. A mai napon és a holnapi napon azt a fejezetet fogjuk olvasni, ahol Pál pontosabban kibontja a bűnt. Mit jelent az, hogy bűnös valaki? Két oldalról közelíti meg ezt, azt mondja, hogy kétféle ember típus van, akik máshogy állnak hozzá ehhez a kérdéshez. Az első a törvénytisztelők, a holnapi áhítatban ezzel fogunk foglalkozni, de a második csoport, akik nem ismerik Isten törvényét. Úgy is mondhatnánk őket mai nyelven, hogy a vallás nélküliek, akik nem ismerik a 10 parancsolatot, akik nem tartják fontosnak Istennek a szavát, hogy azt betartsák. Alapvetően hozzájuk szól ezekben a versekben Pál, hiszen a római gyülekezetben számtalan ilyen keresztjén volt, aki nem zsidó háttérből érkezett, ezért nem ismerte eléggé Isten szavát, sokkal inkább másra hallgatott. Azt olvassuk különös módon, hogy Pál azt mondja, hogy nincs különbség. Hiszen hiába ismeri valaki a törvényt, ő se tartja be, de ha valaki nem ismeri a törvényt, akkor a saját szívére, a saját lelkiismeretére szokott hallgatni, és azt tekinti az igazi törvénynek. És ezzel kapcsolatban Pál ugyanúgy megállapítja, amikor a törvény nem ismerő népek természetükből fakadóan cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor önmagukba hordozzák a törvényt. És aztán pedig nem tudnak neki megfelelni. Ez a legkülönösebb az egészben, és azért is különösen fontos erről beszélnünk, hiszen korunkban annyira sokan vannak körülöttünk, főként nem keresztjének, de néha keresztjének is, akik alapvetően így élnek. Azt mondják, én a saját lelkiismeretemre hallgatok. Én a saját álmaimat és a vágyaimat tekintem a végső igazságnak. És e szerint próbálnak élni. Pál erre azt mondja, hogy magyarul a törvény a szívükbe van írva, a saját törvényük. De még valamit hozzátesz, hogy nem vagyunk képesek ezt sem megcselekedni. Az a furcsa dolog van, hogy mindannyiunknak van, akik nem ismerjük a törvényt, azoknak is van valami fajta kép arról, hogy mi a jó és mi a rossz, és ennek ellenére sem képesek ezt megcselekedni. Nem képesek a saját mércéjüknek, a saját lelkiismeretüknek megfelelni. Nem véletlen, hogy ezzel fejezi be utána Pál ezt a szöveget, ott van az ő lelkiismeretük, amelyek hol vádolják, hol felmentik őket. Bizonytalanok vagyunk azzal a kapcsolatban, hogy vajon a saját lelkiismeretünk igazságának meg tudunk felelni, vagy nem. Milyen tökéletes módon mutatja meg Pál azt, hogy nem feltétlenül az Isten igéjének, törvényének az ismerete, hanem még sokszor a saját lelkiismeretünk megismerése is abszolút elvezethet bennünket arra a felismerésre, hogy mennyire rá vagyunk szorulva valakire, aki sokkal nagyobb, aki képes megváltani bennünket. Nos, a szöveg maga itt befejeződik, hiszen Pál itt még csak a bűnről akar beszélni, de mi már tudjuk, hogy tovább fog haladni, és majd a harmadik fejezet végén, és utána pedig az egész levél során ki fogja bontani, hogy Isten az, aki Jézus Krisztusban ennek ellenére, hogy nem vagyunk képesek igazán jók lenni, hogy nem vagyunk képesek igazi emberek lenni, mégis magához ölel és szeret bennünket. Ez az ő kegyelme, ebbe bízzunk. Amen.